Dr. Artner Péter, egyetemi docens, Káli plébános, 1974. december 25-én született Egerben. 1999. június 19-én szentelték pappá. Tiszaújvárosi, kazincbarcikai, mezőkövesdi és miskolci kápláni évei után 2007-től Kálban plébános. 2010-től helyettes bírósági helynökként tevékenykedik, valamint tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az Egri Hittudományi Főiskolán is. A Szentírásban számos csodáról olvashatunk, amelyeket Jézus tett a működése során. Vízen járt, betegeket gyógyított, halottat támasztott föl. Csupa-csupa látványos, nagy dolog, amire talán mi is vágyunk, hogy megtörténjen az életünkben. Hát ha nem is ennyire látványos csodák, de mindenképpen nagy dolgok történtek az ön életében is. A lelkipásztori szolgálata nagyon színes, 2 évig Kanadában tanult, most pedig plébánosi tevékenysége mellett tanít a Pázmány Egyetemen és az Egri Hittudományi Főiskolán, emellett pedig az érseki bíróság ügyeit is intézi. Hát nagyon színes, szerteágazó, de igazából ugyanonnan gyökerezik, Jézus meghívásából és hát a meghívásra adott válaszból. Mennyire volt jelen a hit, a vallás a gyermekkorában? Családunk főleg anyai ágon egyértelműen vallásos volt. Nagymamámnak egyik testvére pap lett, másik testvére apáca lett. Angol kisasszony Egerben, illetve nagybátyám is Sirakban volt plébános hosszú időn keresztül. Az ő személyes példájukat mindenképpen meg kell említeni az én elköteleződésem vonalában is. Apai ágon is nagyon sok emberi értéket kaptam. Az ő budapesti polgári származása, családi háttere, családi kötelékek szintén megerősítettek abban, hogy mindig próbáljam az igazat és a jót választani. Gyerekkorom óta minisztráltam Egerben a bazilikában, ugye egri származású vagyok, ott kereszteltek, ott voltam első áldozó, bérmálkozott, szenteltek pappá, és ez is végig kísérte az életemet, hogy aztán valamilyen formában a papi hivatás felé orientálódtam. És nyilván az iskolák választásában is egyértelmű volt, hogy ez a vallási, családi háttér ez tovább folytatódjon. Az általános iskola után valóban az akkor még 8-1-házi iskola egyik éve a Győri Bencés gimnáziumban kezdtem meg tanulmányaimat, és ott is érettségiztem. Onnan kerültem aztán az egri szemináriumba. Tagadhatatlan a bencés atyáknak a hatása is az életemre. Ha más nem, akkor egy konkrét példában ezt meg lehet ragadni. Szokták mondani azt, hogy a bencések ránk hagyták a zsolozsmát. Valóban az ottani atyáknak a mindennapi zsolozsmázásuk reggel, este, az ránk diákokra is valamilyen formában átragadt, mi is részt vettünk ezen a zsolozsmákon, illetve hát a saját közösségi egyéni imádságaink, vagy osztály imádságainkban is ez jelentős hangsúlyt kapott. Azért ez meghatározó időszak volt mindenképpen a gimnáziumi év, és a bencések is, ahogy ön is megemlítette. Mai napig, ha jól tudom, akkor szívesen látogat vissza Győrbe. Igen. És a gimnáziumba is. Igen, hogyha szoktam menni. Így még a zsolozsmázáson túl a lelki életet nézzük, akkor mit kapott a bencésektől? Szent Benedek regulája 2 alapvető pontra épül, a stabilitás és a diszkréció. A stabilitás az az állandóság. Amikor a szerzetes belép a rendbe, akkor ő oda tartozik egész életére. A diszkréció pedig ugye a megkülönböztetésnek a tudománya, hogy mindenki megkapja azt a feladatot, ami leginkább rá jellemző, amit leginkább el tud látni. Végig kell nézni a bencés rend 1500 éves történelmén, és meglátjuk azt, hogy azért a világ minden területén, szinte minden munkában helyt tudtak állni, pont azért, mert tudtak ragaszkodni azokhoz az elvekhez, amit Szent Benedek annak idején lefektetett. Az én életemben is valahol ez jelen van, hogy próbálok azokhoz az elvekhez ragaszkodni, amit én saját magamnak lefektettem, és azt megvalósítani bizonyos szempontból független attól, hogy éppen hova kerülök, hiszen ugyanazt a feladatot kell végezni, csak más megnyilvánulásban. A mintákat, példaképeket, így a családban lévő papokat, szerzetest már megemlítette. Mikor merült föl először a papi hivatás gondolata önben? Ez jó kérdés. Ez majd, hogy nem olyasmi is lehetne, hogy mikor tanult meg valaki imádkozni, mikor tanult meg valaki beszélni.
nincs olyan fix időpont. Tehát nem tudom azt mondani, hogy 1982. december 3-a. Nem igazán szeretem, amikor megkérdezik tőlem, hogy mi vezetett a papi hivatás felé, vagy hogy kaptam a hivatásomat. Mert sokszor az az érzésem, hogy az emberek csak egy látványos történetet akarnak hallani, hogy mentem az utcán, és akkor Szűz Mária megragadott és berángatott a templomba, és ott Jézus személyesen szólt nekem, és az angyalok hárfáztak körülöttem, és akkor eldöntöttem, hogy pap leszek. Nem volt ilyen az életemben. Nem volt olyan pillanat, amire azt mondom, hogy na, ekkor eldöntöttem. Ez alakult idővel, hosszan. Akartam más is lenni életemben. Nagyon sokáig szerettem volna pilóta lenni, ami sajnos nem jött össze különféle okok miatt. Hobbiként természetesen megmaradt, de gyerekkoromban is, amikor megkérdezték, hogy mi leszek, ha nagy leszek, mindig azt mondtam, hogy pap vagy pilóta. Végülis valahol az éghez mind a kettő közel áll, de nincs olyan konkrét dátum, amit tudnék mondani, hogy ekkor kaptam a papi hivatásomat, vagy döntöttem el, hogy pap leszek. Hogy végül is mit lehet, vagy kit lehet megemlíteni ebben? Mindenképpen meg lehet említeni, hogy a családomnak a tagjait, családi hátteret, bencés atyákat, illetve azt, hogy Egerben, ahol laktam, ott nagyon sok pap megfordult, nagyon sokan szolgáltak ott, és nem volt egypólusú a papokról kialakított képem. Tehát nem az volt, mint egy faluban, hogy van egy plébános, aki ott van 30 akárhány éven keresztül, és akkor a helybelieknek az az elképzelése a papról, hogy na, ilyen a pap. Nálunk gyakorlatilag évente váltották egymást a papok. Jó is volt ebben, meg rossz is. A jó talán az, hogy különböző embereket ismertem, meg sokakkal azóta is tartom a kapcsolatot, sőt, két káplánunk volt annak idején a bazilikában, aki később plébánosom is lett. Tehát egyáltalán nem szakadt meg velük a kapcsolat, sőt, mind a mai napig tartom velük a kapcsolatot. Láttam szebb papi életet, láttam nehezebb papi életet, de valahol mindegyikben megvolt az a vonzó erő, ami segített ahhoz, hogy végül a döntést meghozzam. Majd még erre visszatérünk, hogy milyen lehet a jó pap, mi volt az a példa, ami még ön előtt állt. Hát sokan gondolják azt, hogy a szeminárium egy nagyon zárt világ, ami sok mindentől megfosztja az embert. Én máshonnan közelítem meg ezt a dolgot. Mit adott a szeminárium? A szeminárium a maga zártságával és a kötött napirendjével nagyon sokat segít abban, hogy azt, amit először korlátnak érzünk, a kötöttségeket, arra rájöjjünk, hogy ez nem korlát, hanem kapaszkodó. Ha felmegyünk egy hegyre, ott van mellettünk az ösvénynél az a kötél, vagy az a rúd, vagy az a bot, vagy bármi, ami mellett fel lehet menni a hegy tetejére. Most azt tekinthetem korlátnak, ami megakadályoz abban, hogy beleessek a szakadékba, meg kapaszkodónak is, ami segít abban, hogy felvezessen a hegy tetejére. Aki meg tudta szokni a szemináriumnak a napirendjét, az könnyebben vágott neki az élet kihívásainak. Pannonhalmi ebédlőnek van egy festménye, ahol egy kalitkában ül egy madár, és körülötte egy valami ragadozó madár kering, és ott van a felirat alatta, hogy a zártság biztonságot ad. A szemináriumban is volt egyfajta biztonság. Amikor aztán kikerül az újmisés a plébániára, elveszti ezt az átságot, egyik pillanatról a másikra rászakad a szabad élet, és maga ura lesz. Oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar. Persze vannak feladatok, amiket el kell végezni, de nem kérik rajta számon, hogy elmondtad-e a zsolozsmádat, imádkoztál-e, megcsináltad-e a feladatodat, ami veszélyes is lehet. Mert ha valaki a szemináriumi 6 évet úgy fogja fel, hogy csak ez a külső váz tartja őt egybe, és csak ezzel a külső vázzal tudja leélni az életét, akkor ha kikerül a szemináriumból, akkor szétfolyik a napja. Ha valaki fel tud építeni magának egy belső vázat abból, amit a szemináriumban kapott, akkor könnyebb lesz kint is megtenni azt a feladatot, amit várnak rá. Rossz, hogyha valaki csak azt látja a szeminárium életben, hogy felkészít a papszentelésre. A szeminárium életnek az a feladat, hogy a papságra készítsen fel. Nekem ez a bezártság a szemináriumban nem jelentett különösebb problémát. Előtte 4 éven keresztül gyakorlatilag ugyanolyan napi rendszerint éltem. Ugyanígy reggel keltem, stúdiumra kellett menni, órákra kellett menni, voltak különböző programok. Az, hogy most fél órás eltolódással voltak ezek, ez gyakorlatilag semmit nem jelent.
Ugye 1999-ben szentelték, és ahogy az lenni szokott, az újmisés papok egy zarándoklatra mennek közösen Rómába. Hát Róma azóta is egy ilyen kiemelt zarándokhely az ön életében, hogyha jól tudom, milyen kedves emlékek, élmények fűzik a katolikus egyház központjához. Régi szokás volt az újmisés papok között, hogy úgynevezett nászútra mennek Rómába, papszentelés után Szentatyához is, meg Róma ilyen nevezetességeit meglátogatni. Annak idején ugye a régi rendszerben sokkal nehezebb volt kijutni, és akkor nagyobb jelentősége volt annak, hogy el tud menni Rómába. Minket többeket szenteltek egyszerre annak idején, Istennek hála. Sajnos csak 4-en mentünk ki. Többieknek akármilyen indokkal, de nem volt alkalmas az út. Viszont ott akkor mi egy nagyon-nagyon kedves ajándékot kaptunk több részről is. Egyrészt az orsait a rend római házában megszállhattunk szentelési ajándékként egy hétre, illetve Ternyák érsek úr, aki a papi kongregáció titkára volt abban az időben, elintézte számunkra, hogy a Szentatyával a magánkápolnájában együtt misészhettünk, illetve hát utána a Szentatya egy rövid készfogás erejéig fogadott bennünket, hát persze más vendégekkel együtt. Ez egy nagyon szép és meghatározó élmény volt, amivel kezdeni lehetett a papi szolgálatot. 20. szentmisémet mutattam be a Szentatyával, ilyen érdekesség ott a kápolnájába. Akkor végignézni Rómát, a római emlékeket, a nagy bazilikákat nagy élményt jelentett első alkalommal. Aztán a második, harmadik és a sokadik alkalommal is. Szívesen megyek Rómába, ugye van az a mondás, hogy ahhoz, hogy valaki Rómába menjen, tökéletesen elegendő indok az, hogy római katolikus. Ezt én azért ki is szoktam használni. Mindig tudok Rómában újat látni, mindig tudok lelkileg feltöltekezni attól, amit ott tapasztalok. És valahogy ott abban a nagy tömegben, holott tudom, hogy a jelentős része csak egyszerű turista, és gyakorlatilag semmi köze nincs az egyházhoz, vagy legalábbis nem abban a formában, ahogy Rómában az ember azt elképzelné, meg lehet érezni az egyháznak a katolicitását, az egyetemes mi voltát. Sokszor már Rómába tényleg mondhatni hivatalos ügyből megyek egyetemekre, könyvtárakba dolgozni, vagy ehhez hasonló ügyeket intézni, tehát most már ritkábbik eset az, amikor turistaként megyek ki, de volt már, hogy zarándok csoportot is vittem, és nagyon jól sikerült az az út. De más helyekre is szívesen zarándokol, ilyen például Fatima, vagy járt a Szentföldön is? Hát szívesen, ez igaz, szívesen mentem, de azért az nem annyira gyakori. Fatimában egyszer voltam, Szentföldön Istennek hála, kétszer sikerült már elmennem. Szép élmények voltak, megható élmények voltak ott a názáreti megtestesülés bazilikában, Mária házánál ott lenni, és akkor az oltáron ott van a felirat, hogy verbum hic caro factum, ezt az ige itt lett testé, és az ember tényleg elképzeli, hogy ott térdelt Szűz Mária, amikor Gábor angyal megjelent neki. Ugye a Táborhegyén megnézni azokat a helyeket, ahol gondoljuk, hogy Jézus valóban ott ült, ott állt, ott tanította az embereket. Zsidó emlékek és a siratófal. Noha mi már ugye egy más vallásban élünk, megrendítő az, amit ott az ember lát, ott a jeruzsálemi templom falánál. Fatimában, amikor sikerült kijutnom, Benedek pápa, 16. Benedek pápa mondta ott a szentmisét a jelenés évfordulóján 2010-ben. Nagy élmény volt sok százezer ember között ott lenni és a szentmisé részt venni, és akkor a körmeneten az eredeti fatimai szobrot vitték körbe, aminek a koronájába bele van téve az a golyó, amivel most már Szent II. János pápa ellen a merényletet elkövették. És ugye az a fatimai szűzanya napján volt a merénylet, akkor ő Máriának ajánlotta saját magát, és mondta is, hogy határozott meggyőződés, hogy a szűzanya mentette meg az életét, ezért tette oda a golyót a fatimai szűzanya koronájába. Ahogy említettem, 1999-ben szentelték, nézzük sorba a kápláni szolgálati helyeit. Először Tiszaújvárosba került. Az volt az első helyem, újmisés helyem, sőt diákonusként is az volt a helyem, első helyem. Akkor diákonusként 2 hónapot voltam, aztán Miskolcon voltam a Szent Anna plébánián szintén 2 hónapot.
Majd új misésként kerültem vissza Tiszaújvárosba városba egy évre, ott talán 9 település tartozott hozzánk, tehát nagy területünk volt. Aztán egy év után a tragikus autóbalesetben meghalt évfolyam társam, nem oda Zoli helyére kerültem, Kazincbarcikára. Ott 2 évet töltöttem el, utána kerültem 2 évre Mezőkövesd Jézus szívére, onnan 1 évre Miskolc Diósgyőrbe, és utána kerültem ki Kanadába 2 évre tanulni, majd 2007-ben jöttem haza, és azóta itt vagyok Kában. Gyorsan átszaladtunk, de azért említsünk már meg néhány olyan emléket, akár a kápláni évekből, amit úgy szívesen őriz, és akár ezekbe a városokba is úgy jó érzéssel megy vissza. Cigány György könyve, Csak a derű óráit számolom. Mindegyik helyen voltak nehéz pillanatok, de utólag csak a jóra emlékszik az ember, és csak a szépre. Nincs egyik helyen sem olyan emlékem, ami beárnyékolná az ott eltöltött időszaknak a szépségét. Tiszaújváros és Kazincbarcika nagyon hasonló jellegű település volt. Egy szocialista módon felduzzasztott iparváros. Tiszaújvárosban nem sokkal korábban épült a templom, mert nem volt, ugye a régi Lenin város. Kazincbarcikán, ugye a régi Sajó Kazinci részen egy kis templom volt ugyan, de hát azóta már egy nagy templom épült. Viszont mind a két helyen az emberek nagyon élő közösséget alkottak a templom körül. Furcsa volt ezek után átmenni Mezőkövesdre, ami egy hagyományosan vallásos település. Nem voltak rosszabbak a tiszaújvárosi vagy kazincbarcikai emberek a hitélet területén, mint a mezőkövesdiek. Mások voltak. Más volt a imai életük, más volt az elköteleződésük, más volt a templomhoz való ragaszkodásuk. Nem lehet azt mondani, hogy most egyik rosszabb vagy másik jobb. Ez azért jelentős változás volt az életemben a Mezőkövesdre való átkerülés, mert nem azt a lelki pásztorkodást szoktam meg, amit Mezőkövesden végezni kellett. Ettől függetlenül próbáltam helytállni, és remélem többé-kevésbé sikerült. 2005 és 2007 között, ahogy már megemlítettük mindketten, Kanadában tanult ösztöndíjjal, és hát az ott tavalyi magyar közösség életét is megismerte. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott? Érdekes volt a világot más szemszögből nézni. Mi itt Európában a saját kultúránkból és a saját sok száz éves, sok ezer éves történelméből indulunk ki. Az amerikai kontinens kultúrája sokkal fiatalabb. Gondolom csak, hogy pár száz éve kerültek oda az európai emberek, és kezdték felépíteni azt a társadalmat, ami most is van. Az olyan apróságoktól kezdve, hogy a hálózati feszültség 110 volt, és teljesen más csatlakozó kell hozzá, hogy nem A4-es lapok vannak, hanem letter size, ami egy pár centivel eltér méretben. Hogy amit mi teljesen természetesnek veszünk itthon, az másként van. De ez csak apróságok. Az embereknek a mentalitása is más. Az egyházközséghez való hozzáállása is teljesen más. Ott sokkal többet jelent a barátság és az összetartozás, mert sokkal kevesebb a rokoni kapcsolat. Tehát akikkel én kapcsolatban voltam ott a magyarok, azok közül gyakorlatilag mindenki bevándorló volt. Azok egy közösségi ott Kanadába váltak. Ők nem is ismerték Magyarországon egymást. Az ország különböző részei, sőt, határon túlról is jöttek. Őket ott valóban az az egyházközség formálta egy közösségé. Még itt Magyarországon egy településen, aki megszületik, az legtöbb esetben, főleg az idősebbeket, ott élik le az életüket, ott halnak meg. Akaratlanul is egy közösséggé válnak, már amennyire. Ott viszont gyakorlatilag az életbe maradást jelentette azt, legalábbis a szellemi, lelki, magyar lelkiségük életbe maradását jelentette azt, hogy ennek a közösségnek a tagjai. Nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy ott tavában is naponta, vagy hetente volt magyar mise. 40-50-60-an jöttek össze egy vasárnapi szentmisén, ami egy elég szép létszám ott. Főleg azt is hozzáveszünk, hogy vannak olyanok, akik 50 kilométerről autóztak be minden vasárnap.
szentmisére, és utána mentek haza 50 kilométert. Az oktatási rendszer picit más alapokra épül. Most nem itt a tudományos fokozatokra, meg az órabeosztásokra gondolok elsősorban, hanem a magyarországi oktatási rendszer az inkább az elméletet helyezi előtérbe. És az elmélethez ad utána egy gyakorlati képzést, vagy gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget. De azt már inkább csak a diploma megszerzése után. Kint sokkal inkább a gyakorlati dolgokat helyezik előtérbe, és majd, hogy nem a gyakorlati dolgokhoz kell megtanulni és összeszedni az elméletet. És ez a tanulásnak a folyamata. Vegyünk egy egyszerű példát, mi itt Magyarországon megtanultuk a különféle definíciókat és előírásokat, hogy mi hogyan van a törvény szerint. Kint onnan úgy kezdődött az oktatás, hogy felvetettek egy példát, és akkor tessék megoldani. Tessék elővenni a könyveket, tessék kikeresni belőle a megoldást. Nekem ilyen szempontból nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy még nem kikristályosodott, de elég jelentős elméleti tudással mentem ki, és amikor elém kaptam a gyakorlati problémát, azonnal tudtam, hogy milyen törvényeket kell alkalmazni. És majd, hogy nem még ki se osztotta a tanár a feladatot, én már jelentkeztem a megoldással. Ez nekem nagyon sokat segített. Ami egy nagyon nagy lehetőség még a kanadai egyetemen, az Ottawa vagy St. Paul egyetemen, hogy a könyvtár az, majdhogy nem azt mondom, hogy még a római egyetemek könyvtáraihoz képest is nagyon nagy méretű. És ami nagyon jó az, hogy szabad polcos. Ez csak azt tudja értékelni, aki dolgozott már könyvtárban, hogy bármelyik könyvhöz oda lehet menni és le lehet venni, és nem az van, hogy a könyvtárostól kell kikérni, és egy nap maximum 10 darabot lehet kikérni, és csak óránként lehet kikérni könyvet, és sorba kell állni, hanem ott minden megvan. De a két év alatt nyilván nem csak a tanulmányok kerültek előtérbe, hanem lehetősége nyílt arra is, hogy egy kicsit megismerkedjen Kanadával, természeti értékeivel. Próbáltam inkább a híresebb vagy látványosabb helyeket felkeresni, ami érdekelt. Akár Kanadában a Niagara vízesés, Quebec City, Montreal, Vancouver, Szikláshegység. Ezek, amiket egy turista meg akar nézni. Az Egyesült Államokban is sikerült több alkalommal átmennem és rövidebb, hosszabb utakat tenni. Valaki egyszer kinti ember meg is jegyezte, hogy többet láttam én egy hónap alatt, mint ő egész életében. Tényleg keletitől nyugati partig próbáltam. A Grand Canyon, San Francisco, Los Angeles, Texas, New York, Washington. Ezeket a jelentősebb és híresebb helyeket végignézni. Látványosság szempontjából érdekes, mert vagy tényleg csodálatos természeti helyeket lehet látni, természeti jelenségeket lehet látni, vagy pedig a modern építészetnek a lenyűgöző alkotásait. Felhőkarcolóktól elkezdve a hatalmas nagy hidakon át a különféle építmények érdekesek. Egy kontrasztot is képez azért, egy gyönyörű, szép természeti hely, akár valamelyik nemzeti park, Yosemite Park, Yellowstone Park, és akkor persze nem közvetlen mellette, de mondjuk a nagyvárosok felhőkarcolói és zsúfolt utcái, vagy tágas utcái telekocsival. 2007-ben, ugye két év után hazajött. Hát szokták azt mondani, hogy egy új misi is tele van tervekkel, elképzelésekkel, hogy mit szeretne majd a lelkipásztori szolgálatában megvalósítani, akár a kápláni évek során. És hát ez nyilván plébános függő, vagy sikerül, vagy nem, de ahol igazából az ember már önállóan tudja saját maga alakítani a közösséget, formálni a helyi egyházi életet, az, amikor önálló plébánosi helyet kap. Kálba került, ahol lassan már 9 éve itt végzi lelkipásztori feladatait. Milyen itt a közösség? Válasszuk először ketté ezt a kérdést. Az első, hogy az újmisés, amikor kijön, tele van tervekkel. Igen, tele van tervekkel. A kápláni tanulóidőszak az pont arra jó, hogy a tervek az emberben átessenek a realitásnak a rostáján, vagy fennakadjanak benne. Mi az, amit meg lehet valósítani, mi az, amit nem. Mi az, amit fontosnak tart az illető, vagy fontos a közösség szempontjából, és mi az, ami kevésbé. Ezek nem feltétlenül esnek azonban egybe. Tehát attól, hogy valamit fontosnak tartok, még nem biztos, hogy meg lehet valósítani. És attól, hogy valami nem annyira fontos, lehet, hogy könnyebb megvalósítani.
mindenhol érvényes az, hogy az éremnek két oldala van. Tehát van a papnak a hozzáállása, és van a híveknek a befogadó készsége. Egy új misés kijöhet nagy tervekkel a szemináriumból, aztán rájön arra, hogy amit ő elképzelt, az nem fog működni. Elgondolhat nagyon sok mindent arról, hogy mit szeretne megvalósítani, és rájön arra, hogy a hívek részéről nincs fogadó közösség. Szembesülnie kell azzal, hogy a hívek nagyon sok mindent szeretnének, és ő esetleg nem tudja megvalósítani. Vagy azért, mert nem akarja, vagy azért, mert képtelen rá. A tanuló évek, a káplán évek erre jók, hogy az emberben kialakuljon egy reális kép arról, hogy mi az, ami a lelki pásztorkodásban működik és megvalósítható, és mi az, ami gyakorlatilag a fantázia kategóriájába tartozik. Én sokszor mondtam azt, hogy a pap az egyházközség közösségi életének szervezésében olyan, mint a karmester a zenekar mellett. Ő irányít. De lehet úgy is mondani, hogy ő vezet. Viszont viccesen mondva, és tudom, hogy ezen a zenészek most meg fognak sértődni, melyik a fontosabb a zenekarban, a karmester, vagy maga a zenekar? Zárjuk be mind a kettőt az egyik szobába, és akkor hallgassuk meg, hogy ki megy többre. Biztos, hogy szükség van karmesterre. Ugyanúgy, ahogy az egyházközség közösség életének irányításában is szükség van a papra. De ha nincsenek hívek, a pap semmire sem megy. Ha egy pap egy helyre kerül, akkor ott az emberek már hosszú ideje ott élnek. Van közöttük valamilyen jellegű közösségi szellem, vannak közöttük érdekcsoportok, vannak barátságok, vannak ellenségeskedések. A papot minden érdekcsoport megpróbálja megkörnyékezni és a saját oldalára állítani. Lelki pásztori bölcsesség egy része abból áll, hogy a pap megtalálja azt a középutat, ahol mindenki irányában ugyanolyan nem távolságban, hanem közelségben tud elhelyezkedni. A tervek megvalósíthatósága más egy faluba, más egy városba. Nekem megadatott az is, hogy nagyon kis falvakban szolgáljak, pár száz lelkes falvakban, persze nem laktunk ott, és az is, hogy több tízezres városban. Miskolc Diósgyőri időszakomban gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az plébánián minden nap legalább egy közösségi program volt, bármilyen csoportok. Fiatalok, idősebbek, családosok, házasok, fogyatékkal élők, mindig volt valami. Volt is emberanyag. Sok ezer ember tartozott az egyházközséghez. Egy faluban sokkal nehezebb ezt megvalósítani. Főleg akkor, hogyha, mint faluban általában, az emberek jelentős része nem ott dolgozik, ahol lakik. És amikor este 6-kor, 7-kor, 8-kor hazaérkeznek, akkor nem nagyon lehet őket már egy egyházközség rendezvényre összehívni. Legyen szó akár egy bibliaóráról, egy imádságról, vagy valamilyen kultúrprogramról. Két-három embernek nehezebb egy közösségi programot szervezni, mint 20-30-nak, mert egyáltalán közösségi élmény hiányzik. Sikerült azért itt is több olyan programot elérnünk, vagy megszerveznünk, ami jelezte azt, hogy nem csak akkor vagyunk közösség, amikor vasárnap a templomban együtt vagyunk, és talán sikerült megszólítani olyanokat is, akik amúgy a templomban nem jönnének be, de látták, hogy az egyház az nem csak ebből él, nem csak ebből áll. Keresztény bált tartottunk sok-sok éven keresztül. Évente most már, nem is tudom, hanyadik alkalommal visszatérő módon pünköst hétfőn családi napot gyerekek és szüleik számára tavalyi év során is majdnem 100-an voltunk itt a plébánia udvaron. Egész napos programok a gyerekeknek, táncház, kifestő, akadályverseny, minden, amit el lehet képzelni, és amit a gyerekek nagyon élveztek. Ezek mind a közösség tudatot erősítik és fejlesztik. Van, amikor az ember falakba ütközik. És van, amikor amit az ember úgy szeretne nagyon erőteljesen keresztül vinni, de nem megy. És ez is a lelki pásztori bölcsesség, hogy akkor rájöjjön az ember, hogy mi az, amit kell erőltetni, meg mi az, amit nem. Hogy mi az, amit jó az emberek megcsinálnak, de úgy, mintha fogukat húznák. És mi az, amit
ők szeretnének, és akkor kellőképpen melléjük állni, és támogatni őket, hogy úgymond az alulról jövő kezdeményezés megvalósulhasson. És akkor lesz tényleg közösségi élet, hogyha ezt sikerül összhangba hozni. És itt nem csak azokról van szó, akik a templomba járnak. Van az evangéliumi példabeszéd, a kiment a magvető vetni és hinti a magot. Van, ami az útfélre esik, valami tövisek közé, valami szikla közé, valami jó talajba. Valamelyik kihajt, valamelyik nem. Ami érdekes benne, hogy a mag az mindenhol ugyanaz. Ugyanaz esik a kőre, mint a sziklába, mint a jó talajra. És úgy tűnik, mintha a magvető az nem spórolna azzal, hogy hova szórja magot, mint a bővében lenne. Valahol a lelki pásztorkodás is ilyen. Nem feltétlenül célszerű előre mérlegelni azt, hogy milyen cselekedetünknek milyen eredménye lesz. Mert az már egyfajta előítéletet jelent. Mert ha úgy állunk neki valaminek, hogy ebből úgyse lesz semmi, hát, de lehet, hogy mégis lesz valami. Sokszor van az, hogy a legképtelenebbnek tűnő ötleten keresztül lehet valakit megragadni és megszólítani. És lehet, hogy valamire a plébános azt gondolja, hogy ez most egy nagyon-nagyon jó ötlet, és akkor ő most megváltja a világot a lelki pásztorkodásban, és az első lépésével kudarcba fullad minden. Valahol a magvetőhöz hasonlít ez a feladat. Hintjük a magot, hirdetjük az igét, próbálunk tanúságot tenni az evangéliumról, nem csak szavakkal, hanem inkább cselekedetekkel, és utána már a befogadó talajon múlik az, hogy milyen termést hoz ki belőle. Nyilván nem egyszerű és nem egy könnyű feladat. A lényeg az, hogy nyilván azokkal a karizmákkal, amiket a Jóistentől kaptunk, azokkal próbáljunk meg minden területen szolgálatot ellátni, és hogyha már karizmákat említettem is a feladatok sokszínűségét, 2010-től helyettes bírósági helynökként az egri érsekség bírósági ügyeit is intézi. A polgári bíróságok működésével úgy gondolom, hogy sokkal többen tisztában vagyunk, hogy működik, mi a feladata. Milyen ügyek tartoznak az érseki bíróság feladatkörébe, hatáskörébe? Esetek jelentős részében a házassági semmiségi eljárások, amikor azt nyilvánítja ki a bíróság, hogy egy házaspár házasság kötése esetén olyan körülmények álltak fenn, ami miatt az a maga a házasság létre sem jött. Ez akár külső körülmények, akár a feleknek a hibájából vagy hiányosságaiból is származhat. Ezt vizsgálják a bíróságnak a tagjai, illetve a bíróság munkájába tartozik jelenleg itt az Egri Egyház megyében a anyakönyvezési ügyeknek a koordinálása, a házasság rendkívüli eseteivel kapcsolatos ügyek intézése, utólagos érvényesítésnek, gyökeres orvoslásnak a kérdése, ritusváltoztatás, hogyha valaki görög katolikusból római katolikus, illetve fordítva szeretne lenni, ennek persze megvannak a szigorú szabályok, hogy ezek közül mi, mikor, milyen formában működik. Különböző fegyelmi ügyek is ide tartoznak a bíróságnak a hatáskörébe, illetve hát még mondhatni ilyen egyedi esetek, amikor különféle jogi kérdésekben kell dönteni, ezek is a bíróságnak a bíróság feladatának a részét képezik. Jól érzem azt, hogy ez az a terület, ami a legközelebb áll önhöz? Igen, nagyon szeretem ezt a területet. 2000-ben kezdtem el Pesten az egyetemen a kánonjogi tanulmányokat, 2005-ben doktoráltam le, 2013-ban habilitáltam, és 2014 óta tanítok is Pesten a Pázmányon. És mellette az Egri Hittudományi Főiskolán. 2007 óta Egerben, igen. Ez tényleg az a téma, ami hát majd, hogy nem hobbiként is megmarad bennem, tehát nem csak munkaként végzem, hanem tényleg sokszor tudok olyan kérdéseken elgondolkozni egy-egy szó pontos jelentésén és értelmezésén, ami talán egy külső szemlélő számára az égvilágon semmit nem jelent.
én meg órákat, napokat is elgondolkozok azon, hogy akkor azt hogy lehet alkalmazni, hogy lehet használni, és akkor ilyen kis érdekességeket kiszedek belőle. Ki tanul egyházjogot? Tehát az Egri Híd Tudományi Főiskolát is említettük. Ki az, aki ezt tudja hasznosítani valamilyen formában? Bizonyos alapfokú kánonjogi, egyházjogi ismeretek azok a teológiai tanuláshoz elengedhetetlenül szükségesek. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy valakinek ezeket a bírósági vagy házassági ügyeket tudnia kell, ez elhanyagolható részét képezi az egyszerű kánonjogi oktatásnak. Hiszen itt alapvetően az egyháznak az egész felépítése és struktúrája is, hogy most ki az a római pápa, akik vannak körülötte, kik a bíborosok, mi az a püspöki szinódus, mi az az egyetemes zsinat, mik a római dikasztériumok, a különféle kúriák, kuriális intézmények, a kongregációk, a pápai tanácsok, az intézmények, mi az az egyházmegye, mi az a metropólia, egyháztartomány, püspöki konferencia, hatásköre, jogosultsága, ki az a plébános, milyen feladatai vannak egy plébánosnak, vagy egy megyés püspöknek, mi a hitoktatónak a helyzete az egyházmegyében, ki hitoktathat, ki taníthat, szentségeket kiveheti fel, kiszolgáltathatja ki, szerzetes jogi alapfogalmak, hogy ki is az a szerzetes, milyen fogadalmai vannak, mit kell tennie ahhoz, hogy szerzetes lehessen. Ezek is mind-mind a teológiai oktatásnak a részét képezik a kánonjogi tantárgyon belül. Ezek alapvető fogalmak, erre szüksége van valamilyen szempontból mindenkinek. Az egyetemen ott egy már magasabb szintű, tehát ott még kifejezetten szakmai képzés folyik, még Egerben a főiskolán 2,5 éven keresztül van csak kánonjogi képzés, Pesten az egyetemen ott rendes nappali tagozatban 6,5 éven keresztül van, tehát a heti 20 óra 6,5 éven keresztül, és ott a forrástörténettől kezdve jogfilozófia, jogteológia, jogtörténet, római jog, civil jogi alapismeretek, kánonjogi latin, és a szentségjog, eljárásjog, alkotmányjog, büntetőjog, vagyonjog. Nagyon sok rétű akkor. Ide tartozik. Egy főiskolán és egyetemen viszonylag könnyű értékelni a teljesítményt, és azt mondani, hogy például most itt sikeresen, eredményesen zártak egy szemesztert a hallgatók. Hát a hétköznapi életben a siker az egy nagyon szubjektív dolog. Önnek így az elmúlt éveket tekintve mi számít sikernek az életében? Szent Pál azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál, és ha kaptad, akkor miért dicsekszel vele. Amire azt lehet mondani, hogy elértem az életben, azt nem én értem el. Én csak megvalósítottam. Hogy ebbe a Jóisten mennyire játszott közre, meg hogy én mennyire játszottam közre, az nem kérdés, hogy a Jóisten felé dől el a mérleg. Mit tekintünk sikernek? Aminek haszna van, lelki haszna. Az egyház jogban az alaptörvény az, hogy legfőbb törvény a lelkek üdve. Ha bármilyen cselekedetemmel, mozdulatommal, tanításommal, szentségkiszolgáltatással, emberekkel való kapcsolattal, bárhol, bármikor valakit közelebb segítettem az üdvösséghez, akkor az siker. Hogy ezen túlmenően az egyéni és szubjektív életünkben mit tekintünk sikernek, úgy gondolom, hogy az másodlagos. Akár a szemináriumi, akár a kápláni éveket tekintve, vagy így manapság együtt dolgozva idősebb, tapasztaltabb korú lelki pásztorokkal, mit tart fontosnak, mi az, amit szeretne a saját lelki pásztori életébe, hivatásába beépíteni és megvalósítani? Azt, amit optimális esetben minden lelki pásztor, hogy a működésének eredménye legyen. És az eredmények alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy látványos dolgok. De az előbb mondtam, a lelkek üdvösségének elérése. Hogyha az én működésem során sikerült valakit az egyházhoz közelebb vezetni, akkor már megérte. Vannak olyan emberek, akiket tudom, hogy
valamilyen formában én szólítottam meg, és kerültek közelebb az egyházhoz, és az én szavamra, vagy az én hatásomra kezdett el templomba járni. Ha akkor is templomba fog járni, amikor én már nem leszek itt, vagy azóta is templomba jár azon a helyen, ahol korábban szolgáltam, pedig én már nem vagyok ott, akkor az eredményes volt. Ha csak az én személyem miatt kezd templomba járóvá válni, és az én személyemmel ez meg is szűnik, akkor nem értem el eredményt. Mert akkor nem Krisztust mutattam meg neki, hanem saját magamat. És Krisztuson kívül, aki az egyetlen szikla alap, más alapot senki nem tehet. Kívánom, hogy akár személyes tanúságtételen, akár prédikációkon keresztül, de sikerüljön minél több embert megszólítani és közelebb vezetni a Jóistenhez, tartósan ott is maradjanak a Jóisten közelében, és kérjék az ő segítségét. És hát ehhez kívánom én is, hogy a Jóisten segítse minden elhatározását, és kísérje végig egész életében. Köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!